Javuló foglalkoztatás. Körülbelül 550 ezerrel több ember él ma munkából Magyarországon, mint 2010-ben. Hangzott el a Mátészalkai Járási Hivatal korszerűsített foglalkoztatási osztályának átadásán. Határozott a testület. Elfogadták Nyíregyháza 2016-os költségvetését. A megyeszékhely idén 26 milliárd forintból gazdálkodik. Családi tragédia. Leégett egy ház tető szerkezete Újfehértón. Személyi sérülés nem történt, de az ingatlan lakhatatlanná vált. Körülbelül 550 ezerrel több ember él ma munkából Magyarországon, mint 2010-ben. Erről a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár nyilatkozott szerkesztőségünknek a Mátészalkai Járási Hivatal korszerűsített foglalkoztatási osztályának átadásán. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Megyei szinten valamivel több mint 30 ezer regisztrált álláskereső van jelenleg, ebből Mátészalka térségében 5800 a munkanélküliek száma. A kormány célja, hogy mindenkit visszavezessenek a munkavilágába. A férfiak több mint 70%-a dolgozik már ma Magyarországon a munkavilágában, emellett összességében 118 ezerrel dolgozunk többen idén, mint a tavalyi évben. Erről is beszélt Cseresnyi és Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár ünnepi beszédében Mátészalkán, ahol átadták a Mátészalkai Járási Hivatal foglalkoztatási osztályának felújított épületét. Az államtitkár szerint ez mind annak köszönhető, hogy működik a magyar gazdaság, és jó programokat valósított meg a kormány az elmúlt években. Az elmúlt időszakban szépen növekedett mind a foglalkoztattak száma, és ugyanilyen szépen csökkent a munkanélküliség száma. Azt lehet mondani, hogy az a munka, amelyet a kormány 2010-ben meghirdetett és elkezdett, amelyiknek egyik fő célja az, hogy minél többen jussanak munkához, lehetőség szerint aki tud és akar dolgozni, az mindenki a munkavilágában tudjon megélni, ez szépen lassan megy előre. Ez azt jelenti a számokban, hogy közel 4,3 millióan dolgoznak Magyarországon, egy pontosabb számot is mondanék, 4.260.000 körül azoknak a száma, akik foglalkoztatásban, munkából élnek meg. Ez egy jelentős előrelépés 2010-hez képest, hisz 2010-ben még van mivel több mint 3.800.000-en dolgoztak csak, és ez egy körülbelül 550 ezer fős eltérés mutat a mi javunkra, tehát a 2015-ben dolgozók javára. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében valamivel több mint 30 ezer regisztrált álláskeresőt tartanak nyilván, ebből Mátészalka térségében 5800 a munkanélküliek száma. Ez a megye második legnagyobb járása, így a legtöbb ügyfél itt fordul meg a foglalkoztatási főosztály kirendeltségén. Elsőleges cél, hogy munkába helyezzük az embereket, azon belül is az elsőleges munkaerőpiacra, tehát itt a térségben megjelent, illetve térségben lévő, főleg az optikával foglalkozó cégek segítségével és ginopos források bevonásával, uniós források bevonásával az elsőleges munkaerőpiacra helyezzük az embereket. Azt tudom elmondani, hogy itt a térségben az elmúlt évben több mint 1000 fő munkaviszonyba helyezése történt meg, személyben uniós forrás segítségével. Körülbelül 200-300 főnek a munkai megőrzése történt meg, azt már magyar forrás segítségével, és ami nagyon fontos, mert a megyében, illetve valószínűleg az egész országban probléma, hogy a regisztrált álláskeresők nagy hányada szakképzetlen, tehát elsősorban a képzéshez kell juttatni őket, ez a megyei adat, illetve a kirendeltség adat is 60%, tehát a regisztrált álláskeresők 60%-a szakképzetlen. A főosztályvezető elmondta, uniós források segítségével az elmúlt évben több mint 500 főnek tudtak szakmát adni, főképpen hiány szakmákra képezték őket, így az elhelyezkedésük is biztosított lett. Hozzátette, ha nem sikerült az elsődleges munkaerőpiacra helyezni a munkaügyi központokhoz forduló ügyfeleket, akkor a szakképzés mellett a másodlagos munkaerőpiac, tehát a közfoglalkoztatás jelenthet számukra megoldást. Elfogadták Nyíregyháza 2016-os költségvetését. A megyeszékhely idén 26 milliárd forintból gazdálkodik. A Fidesz-KDNP frakció vezetője kérdésünkre elmondta, több forrás jut majd többek között gyermekétkeztetésre és útfelújításokra. A jobbikos önkormányzati képviselők szerint a fejlesztések többsége hitelből, kölcsönből valósulna meg. Ez pedig Nyíregyháza újra eladósodásához vezethet. Az MSZP pedig többek között a panel program folytatását várta volna az idei évben.
Az idei költségvetés stabilitást és folyamatos fejlődést biztosít Nyíregyházának, véli a Fidesz-KDNP frakció vezetője. A Dorján Gusztáv elmondta, több forrás jut majd, többek között a szociális ágazatra, kultúrára és sportra. Nagyon lényeges különbség a korábbi évekhez viszonyítva, hogy működéshez hitelt nem kellett fölvennünk. Ha hitelt veszünk föl, mert fogunk fölvenni, az fejlesztésekhez fogjuk, tehát biztosítani. Ugye elmondhatjuk azt, hogy a korábbi évekhez, korábbi 15-ös évhez és az előző évekhez viszonyítva, most is ebbe az évben sikerül folytatnunk a járdaépítéseket, útépítéseket, közvilágítást. A rászorulóknak a szociális szférába és a kiadási oldalon többet tudunk biztosítani. Gyermekétkeztetést, olyan programokat indítottunk el pedagógusok továbbképzés, átképzése kapcsán, ahol a hátrányos helyzetű gyerekeknek a oktatásában tudunk segíteni logopédus, gyógypedagógus képzéssel is. Az MSZP frakció vezetője kiemelte, vannak olyan fejlesztések, amelyeket hiányolnak az idei költségvetésből. Ilyen például a lakásfelújítási programnak a folytatása. Az előző ciklusban megállt 2010 után a panelprogram. Voltak ígéretek arra, hogy erre ez majd valamikor folytatódik, 2016-ban szintén nem folytatódik. Hiányoljuk azt, hogy nincsenek európai uniós pályázatok, amelyeket már a költségvetésben lehetne tervezni. Éppen ezért azt gondolom, hogy a választási költségvetés fog majd készülni 2018-ban is, meg 2019-ben is annak érdekében, hogy minél sikeresebb propagandát tudjon kifejteni valamennyi önkormányzat Magyarországon, és természetesen a kormány is. A közgyűlés jobbikos képviselői szerint a 2016-os évre vonatkozó költségvetési terv hangzatos, ám félő, hogy ismét eladósodik Nyíregyháza. Maga az előterjesztés több összeget fordít útfelújításokra a tavalyi évhez képest, viszont hozzá kell tenni, hogy ez 400 millió forint hitel, illetve kölcsönfelvételéből gondolja a városvezetés, hogy ezeket a beruházásokat megvalósítja. Ezt nem tudjuk támogatni. Ez hosszú távon ez a fajta hozzáállás a város ismételt eladósodásához fog vezetni. Nemrég lett konszolidálva a város, és már most azt kell látnunk, hogy 2018-20 és a 25-ös évekre jövőben milyen törlesztéseket kell tennünk banki és pénzintézetek irányába. A testület döntött arról is, hogy együttműködési megállapodást kötnek a MÁV-val, amire azért van szükség, mert a Nagykörút déli szakaszának építése érinti a MÁV egyik telephelyét. Leégett egy családi ház tető szerkezete Újfehértón. Személyi sérülés nem történt, de az ingatlan lakhatatlanná vált. A vizsgálatok lezárásáig és az épület felújításáig a házban élők átmeneti elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik. A szerencsétlenül járt családnak azonban minden segítségre szüksége van. Ez az az újfehértói ház, ami az első szakvélemények szerint elektromos hiba miatt gyulladt ki, az épület teljesen lakhatatlanná vált. A család az itthon tartózkodott. Volt áramszünet, ami elindíthatta ezt a eseményt. Kijöttek visszakapcsolni az áramot, és akkor látták, hogy a tető teljes terjedelmében már égett. Nagyon jól reagáltak rá az itt lakók. Rögtön kettő darab gázpalackot kihoztak az épületből, hogy enyhítsék esetleg a károkat. Az egyes szer, hogy kijött, elkezdték a létrákról a tetőt megbontani és a tetőt oltani. A tüzet három kivonuló egység összesen 13 emberrel kezdte eloltani. A keddi tűzesethez, ahol egy 100 négyzetméteres családi háztető szerkezete égett, első körben ugye újfehértói önkormányzati tűzoltók, illetve az önkéntes tűzoltók vonultak, majd a riasztási fokozatnak megfelelően a nyíregyházi hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, így három tűzoltó egység volt a helyszínen, és több vízsugárral avatkoztak be, kezdték meg az oltást a közművek kizárása után. A háromszobás házban a szülők mellett egy 9 éves és egy 11 éves gyermek lakott, akik a tűz észlelését követően az udvarra menekültek. Az öcsém jött le, hogy vágjam le a haját hajnyírógéppel, és levágta az automatát, hát a villanyórát. Elment az áram, kiszaladtam, visszakapcsoltam, de csak nem jött vissza. Közben nekünk keringető szivattyúval megy a kazán, mentem hátulra, hogy megnézem, nem ment-e fel a hőfok. De akkor már hallottam, hogy a padláson pattog valami.
gyorsan szaladtam, oda vittem a létrát, az öcsémnek szóltam, hogy segíts, lenyitottam a padajtót, de már lángolt. Lángolt az egész, úgy kapott le, mert majdnem engem is elkapott a láng. Rögtön hívtuk a tűzoltókat, itt is voltak 5 percen belül, de kiégett az egész teteje, teljes lakhatatlan lett a ház. A ház biztosítva volt, így a család számíthat kártérítésre, azonban ehhez várhatóan több hónapra lesz szükség. A vizsgálatok lezárásáig és az épület felújításáig a család átmeneti elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott. A korábbi óvoda épületben alakítottak ki számukra átmeneti szállás helyet. A család az önkormányzat támogatása mellett várja az adományozók segítségét is. A tegnapi nap folyamán nyitottunk egy számlát a család nevére a pénzintézetnél, és erre várjuk a elsősorban pénzbeli adományait a jószándékú újfehértői és nem újfehértői embereknek is. Egy nagyon szolid, nagyon rendes családról van szó, szülők mindketten dolgoznak. Nyilván ez egy nagyon nagy törés lesz a fiatalok életében, és nagyon nehezen fogják tudni olyan szinten helyreállítani, mint amilyen szinten volt a lakás a korábbi időszakban. A nem pénzbeli adományokat a tűzoltóságon keresztül is el lehet juttatni a családnak, akik a biztosító vizsgálatának lezárásáig nem férnek hozzá a házban hagyott ingóságaikhoz, még a ruháikhoz sem. Még 4 napig, vagyis január 31-ig érvényesek a tavalyi autópálya matricák. Ez az országos éves és a megyei matricákra is vonatkozik. Aki hétfőig nem veszi meg az új e-matricát és felhajt a fizetős útszakaszokra, megbüntetik. A matricát legegyszerűbben a benzinkutakon vagy az útdíj fizetési szolgáltató honlapján lehet megvenni. A társaság szóvivője korábban azt nyilatkozta televíziónknak, hogy egyre többen veszik igénybe a rendszert, és olyanok is használják az autópályát, akik eddig nem tették. A jogosulatlan úthasználók aránya 2-3% között alakul, ami nemzetközi szinten is kedvező, tette hozzá. A 40 évig illegalitásban élő görögkatolikus egyház betiltását és útkeresését mutatja be a 25 éve szabadon című tárlat Kisvárdán. A kiállítást hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. A holokauszt nemzetközi emléknapján nyílt kiállítás az Auschwitz-Birkenaui tábor helyszínén készült fotókból Nagykállóban. A tárlaton Janics Attila fotográfus képeit tekinthetik meg az érdeklődők, aki 2014-ben járt a lengyelországi városban. Vasárnap a nyíregyházi kosársuli számára is elkezdődik a tavaszi szezon. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának második helyén álló együttes az 5. helyezett Debrecen otthonában lép majd pályára. A Kárpátaljai Görögkatolikus Egyház 4. évszázados legalizációjára emlékeztek Kisvárdán. A 25 éve szabadon címmel nyílt tárlat a 40 évig illegalitásban élő egyház betiltását és útkeresését mutatja be. A vándor kiállítás Budapest után érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei városba. A Munkácsi Görögkatolikus Egyház legnehezebb időszakát mutatja be az a vándorkiállítás, amely Kisvárdára érkezett. A II. Világháborút követően a szovjet birodalom átfogó támadást indított a kárpátaljai görögkatolikusok ellen. Az egyházközösségeket a Moszkva központú paroszláv egyházba olvasztották. 1949-ben 129 papot koncentrációs táborba vittek. Papjaink nagyobb része nős volt, és ez így még nehezebb volt számukra, mert családjaikat hagyták otthon. Nem tudták azt sem, hogy valaha egyáltalán hazatérnek, néhányan közülük saját gyermekeiket sem láthatták többi, mert a lágerekben vesztették életüket. A most látható kiállítást a Beregszászi Magyar Görög Katolikus Esperesi Kerület szervezésében rendezték meg. Bár a görögkatolikus egyházat betiltották, nyilvános működését állami törvények nem engedték, a papoknak és a hitközösségeknek köszönhetően földalatti egyházként tovább működött. A tárlat az üldöztetés éveit mutatja be tablókon, tárgyakon és könyveken keresztül. A legalizációra több évtizeden át, egészen 1989-ig kellett várniuk a kárpátaljaiaknak. A Munkácsi Egyház megyéhez közel vagyunk, és egy kiállítás maga egy helytállásról szól, egy hitmegvallásról szól. 49-ben véglegesen betiltották ugye a Szovjetunióban a görögkatolikus egyházat, és vállalhatták, hogy vagy áttérnek ortodox hitre, vagy pedig akkor nem volt más választásuk, hogy a rabság, a gulág elhurcoltatásban volt részük, és akkor az emberek vállalták a hitüket,
vállalták szeretetben, azért az egyház megmaradjon. És erre jó példa az, hogy ez a hit, ez a szeretet, amit ők fölvállaltak, tanúságtételt, ez bizonyítja azt, hogy az egyház ma is él és működik. A kiállítást először 2014 őszén Beregszászon láthatták az érdeklődők, később Budapestre vitték, jelenleg pedig Kisvárdán látogatható február 10-éig. A holokauszt nemzetközi emléknapján nyílt kiállítás az Auschwitz-Birkenaui tábor helyszínén készült fotókból Nagykállóban. A tárlaton Janics Attila fotográfus képeit tekinthetik meg az érdeklődők, aki 2014-ben járta a lengyelországi városban. Január 27-e a holokauszt nemzetközi emléknapja. Az első ukrán front katonái 1945-ben ezen a napon léptek be elsőként az auschwitzi koncentrációs tábor kapuján. Erre az évfordulóra, valamint a magyar kultúra napjára emlékezve nyílt kiállítás Janics Attila fotográfus Lengyelországban készült képeiből Nagykállóban. A fotós 2014-ben járt a helyszínen, az alkotásokból tavaly nyílt először tárlat. Hazajöttünk, elkezdődött a képválogatás. Ekkor már volt konkrét célja a témának. 2015. január 27-én volt 70 éve, hogy felszabadult az Auschwitz-Birkenaui tábor, és ennek kapcsán nyílt egy kiállítás Nyíregyházán a zsinagógába. Az, hogy én ott a képeim kiállíthattam, ezért külön köszönet a nyíregyházi zsidóhit közösségnek, hogy ezt lehetővé tették számomra, illetve az, hogy ezután folyamatosan barátok, ismerősök mondták, hogy úgy gondoljuk, hogy az a 11 kép, amit ott kiállítottál, csúnya szót mondok rá, kevés. Kicsit bővítsük ki. Mutassuk meg az itt élőknek, mutassuk meg az embereknek, hogy miről is volt itt szó. Az Élő múlt című tárlat 27 képen mutatja be a tábor emlékeit, a fotós túlélőket is megörökített. A történelem megértéséhez is segítséget nyújtanak a fotók, hangzott el a megnyitó ünnepségen. Az ennyire drámai, tragikus az emberi történelemnek ilyen fekete szegmensei jobban kontrasztot adnak, jobban megláttatják azokat a lehetőségeket, amelyek tanítják az embereket, amelyek segítik az embereket, tehát a művészet az a történelem segítségére szolgál. Ez a művészet pedig, amit itt Janics Attila fotoművész nekünk prezentál, ez pedig kifejezetten finom rezdülésekkel, nagyon finom árnyalatokkal és nagyon finoman hozzányúlva egy ilyen nagyon kényes témához segít bennünket abban, hogy jobban értsük a múltat és jobban segítse a jövőt. A kibővített tárlat március 1-ig látogatható a nagykállói Ratkó József városi könyvtárban. Vasárnap a nyíregyházi kosársuli számára is elkezdődik a tavaszi szezon. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának második helyén álló együttes az 5. helyezett Debrecen otthonában lép majd pályára. Alaposan felkészülhettek a Debrecen elleni mérkőzésre a nyíregyházi kosarasok, mivel a január közepére kiírt Szeged elleni meccs időpont egyeztetési nehézségek miatt későbbre került, majd a következő fordulóban szabadnapos volt az NKS. A sok edzés közepette azonban éles gyakorlásra is szükségük volt a lányoknak, így Nagyváradon játszott egy felkészülési mérkőzés Farkasiszki Gyuláni együttese. Jó volt ez a mérkőzés, pontosan azért volt jó, mert kijöttek a hibák, tehát azok a dolgok, amikbe egy picit ugye eltespettünk itt, vagy amivel nem fektetünk olyan hangsúlyt, az egyértelműen. Az is látszott, hogy fizikálisan talán nincs gond a csapattal. Az első fél időben, ha azt mondjuk, hogy egy ilyen 15-20 pontos volt a különbség, a végére azért egy ilyen 50-60 pontos győzelmet arattunk, tehát a második fél időben egyértelműen kijött a fizikai fölényünk. Ettől függetlenül láttuk, hogy vannak olyan epizódok a játékunkban, tehát a 2-2 védése, vagy az egy-egy elleni játéknak a védése, a gyors lendületes egy-egyeket azért nem úgy tudtuk megállítani, hogy mi szerettük volna. Ezen a héten erre kell a nagyobb hangsúlyt fektetni majd. Az NKS ősszel 9 győzelem mellett mindössze egy vereséget szenvedett. A csapat legeredményesebb játékosa, Farkasinszki Orsolya szerint az ellenfelek többség erősített a szünetben, így nem lesz egyszerű megismételni a bajnokság első felében nyújtott teljesítményüket.
fel tudnak készülni igazából ránk, míg más csapatoknál könnyebb. Tehát a Pest csapathoz például simán lehet igazolni akár egyik csapatból másikba, hogy azt tavaly meg is tette például a TF, ugye egy MTK-s játékos átkerült hozzájuk, illetve amit édesanyám is említett a Kecskemétnél, Vasasnál, tehát fent, illetve más csapatoknál ezt könnyebb megoldani nálunk, a kicsik, nagyon kicsik még a 2001-esek, ugye ők most vannak középiskolába menni, úgyhogy mi abból főzünk, amink van, amit ugye az év elején sikerült megoldanunk. Ettől függetlenül ugyanolyan keményen fogunk tovább dolgozni, és a célunk még mindig az érem. A nyíregyházi kosársúly együttese vasárnap lép pályára Debrecenben, aztán újabb szabadnap, majd idegenbeli mérkőzés következik, így ebben az évben először február 21-én játszanak hazai környezetben Farkasinszkijék. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Körülbelül 550 ezerrel több ember él ma munkából Magyarországon, mint 2010-ben. Erről a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár nyilatkozott szerkesztőségünknek a Máté Szalkai Járási Hivatal korszerűsített foglalkoztatási osztályának átadásán. Megyei szinten valamivel több mint 30 ezer regisztrált álláskereső van jelenleg, ebből Máté Szalka térségében 5800 a munkanélküliek száma. A kormány célja, hogy mindenkit visszavezessenek a munkavilágába. Elfogadták Nyíregyháza 2016-os költségvetését. A megyeszékhely idén 26 milliárd forintból gazdálkodik. A Fidesz-KDNP frakció vezetője kérdésünkre elmondta, több forrás jut majd többek között gyermekétkeztetésre és útfelújításokra. A jobbikos önkormányzati képviselők szerint a fejlesztések többsége hitelből, kölcsönből valósulna meg, ez pedig Nyíregyháza újra eladósodásához vezethet. Az MSZP pedig többek között a panelprogram folytatását várta volna az idei évben. Leégett egy családi ház tető szerkezete Újfehértón. Személyi sérülés nem történt, de az ingatlan lakhatatlanná vált. A vizsgálatok lezárásáig és az épület felújításáig a házban élők átmeneti elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik. A szerencsétlenül járt családnak azonban minden segítségre szüksége van. A Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel, természetesen holnap este is várjuk majd Önöket, tudósításaink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk, előbb meleg, majd pénteken gyenge hidegfront vonul át térségünk felett, holnap délutántól pedig már felszakadozhat a felhőzet. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, sokfelé párás lesz a levegő, ködfoltokra is számítani kell, helyenként szitálás, kisebb eső előfordulhat. Reggel általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte jobbára erősen felhős lesz az ég, majd nyugat felől egyre több felé felszakadozik, csökken a felhőzet, párás lesz a levegő, főként az esti óráktól köd is képződik. Több helyen számítani lehet esőre, záporra, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén általában erősen felhős vagy borult idő várható, szombaton kevés helyen valószínű szitálás, vasárnap és hétfőn pedig több felé számítani kell esőre, záporra. Kedtől csak helyenként ered el az eső az időnként erősen megnövekvő felhőzetből, emellett hosszabb, rövidebb napsütésre is számítani lehet, az átlagosnál több fokkal enyhébb időre van kilátás.